mindenkit szeretettel üdvözlök, aki megérkezett. Külön köszönteném Miklő József urat, a Tataváros polgármesterét. Kacsainé Dávid Ágnes asszonyt, a fenntartó Városkapu ZRT vezérigazgató helyettesét. És Balsi Éva igazgató asszonyt. Rövid kis műsorral készült az iskolánk, illetve szeretnénk a vendégeket majd felkérni egy kis üdvözlő beszédre. Először Pap Nóra fog Adéltől a Rolling in the Deep című számot elénekelni. Szeretném megkérni polgármester urat, hogy köszöntő beszédét tartsa. Nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit. Isten hozta önöket Tatán.
I welcome you here in Tata with a heart warm welcome. Minden olyan kezdeményezés, ami azt erősíti, hogy Tata egy erős európai város, annak a város részéről is mindig nagy a támogatottsága. Each proposal that brings people from other countries here to Tata is welcomed by the local council. 9 testvérvárosunk van Európában. We have 9 twin towns in Europe. És örömmel vettem azt, hogy a 4 partner közül, akik ebben a projektben részt vesznek, 3 országban is van testvérvárosunk. And I was glad to see that from 4 of the partners that take part in this project, we have a twin town in their countries, 3 of them. Németországban Gerlingen, a testvérvárosunk Stuttgart mellett. In Germany, the twin town is Gerlingen, close to Stuttgart. Lengyelországban Pincsúv. In Poland, it is Pincsó. És Olaszországban pedig 2 is van, Montebelluna, Velence mellett, illetve Genova mellett, Arenzano. And we have 2 twin towns in Italy, Montebellona, close to Venice, and the other one is close to Genova, the name is... De azért a török barátaink sem maradnak partner nélkül. And as our Turkish friends should not have, or should not be without a partner. Tata 2013-ban elnyerte az Európa díjat. Tata in 2013 won the prize of Europe Prize. Amely díj a Strasbourgi Európa Tanács legmagasabb kitüntetése, amit egy város elnyerhet az Unióban. Which is the highest ranking award is az Európában, bocsánat. Award that a town can be rewarded with in Europe. És így néhány évvel ezelőtt Ankarában volt ennek az Európa díjas városoknak a közgyűlése, úgyhogy én is ott lehettem, és egy nagyon szép élményben lehetett részünk. And we had a conference in Ankara 2 years ago where all these towns that were nominated and awarded with this prize got together, and I was glad to visit Ankara that year. Nagyon örülünk azért is a vendégeknek, mert hogy azt szeretnénk, hogy Tata jó hírét az egész világba vigyük szét. We welcome the visitors and the guests as well to take the name of Tata to the world, to Europe, back to your country. És most különösen izgalmas időszakban érkeztek, hiszen rengeteg minden átalakul az országunkban. And now you arrived in a very interesting or exciting time of the country or life in the life of the country, because everything is in change. Nem csak a közigazgatás, nem csak a gazdasági élet változott nagyon sokat az utóbbi esztendőkben. Not only the industrial or the government changed in the last couple of years, hanem az oktatás maga is. But education itself. És az oktatás egyik kifejezett iránya Magyarországon is most az, hogy a természettudományos képzések lényegesen nagyobb hangsúlyt kapjanak. And one of the primary goals in education is that the natural sciences get a bigger emphasis in education. Éppen ezért is döntött a város is úgy a gimnáziummal közösen, hogy egy nagyon komoly laborfejlesztést hajtottunk végre az elmúlt esztendőkben. That's why the town and the municipality decided together with the high school that the improvement of the laboratories will be done. Nagy szükségünk van a természettudományokat ismerő szakemberekre. We need engineers and scientists who know a lot about the natural sciences in this country. Így a szakképzés mellett nagy hangsúlyt fektetünk arra is, hogy gimnáziumi, általános gimnáziumi oktatásban is a természettudományoknak kiemelkedő szerepe legyen. So parallel to the vocational training, we put a high emphasis on the natural sciences and the educational teaching of natural sciences in the secondary or higher education.
Tata egy turisztikai város is. Tata is a country, Tata is the town that invites tourists as well. De a jó Istentől kapott természeti örökségünket, az elődeinktől kapott épített örökséget inkább, mint egy plusz bónuszt használjuk, mert hogy alapvetően mi is az iparból élünk. But this natural and built inheritance that we got from the nature and from our predecessors, we only use it for mostly for the not only for the tourists and to invite tourists, but we are an industrial country as well, a town. Ennek az iskolának, ahogy már bizonyára önök tudják, 250 éves múltja van itt a városban. This high school has a 250 years history in this town. Sajnos a kommunizmus idejében a piarista hagyomány megszakadt. Unfortunately, the piarist tradition was cut by the communist rule in 1945. De a gimnázium azóta is mindent megtesz, hogy ennek a régi hagyománynak megfelelően magas színvonalon oktasson. But the high school does everything for carrying on with this high standard that the peers left with us. És a nagyszerű elődök nyomdokán haladva, aki közül Öveges József nevét mindenképp sokszor meg kell majd említenünk, meg az lenne a jó, ha önök nagyon-nagyon megismernék az ő személyét. But carrying on with our previous teachers, trying to step into their shoes. For example, József Öveges, who was a piarist monk and also a teacher of natural sciences. Őt az egész országban mindenki nagyon jól ismeri, mert ő volt az első nagy népszerűsítő televíziós tanár. Fizikát népszerűsítő. Who is well known in the country because he was one of the first teachers who tried to popularize the teaching of physics and physics itself among the population of the country. Isten hozta itt önöket nálunk Tatán, érezzék nagyon-nagyon jól magukat. Welcome you again here in Tata. I hope that you will have a very good time here. És egy kis szerény ajándékot szeretnék átadni. And just we would like to give you a modest gift. Mindegyik közösségnek, mindegyik kiadványunkból biztosan fog jutni, és igyekeztünk olyan ajándékot hozni, amit érteni is fognak, mert hogy ékes angol nyelven szól ez a tavalyi esztendőnkről, ez pedig egy szép képes kiadvány a városról. Some publications about the town and about last year in Tata, in English of course, as you can Érezzék jól magukat. Please have a good time here. Szeretném felkérni Bars Évát is, hogy üdvözölje a vendégeket. Én is nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Vannak ismerős arcok, hiszen nem először veszünk részt nemzetközi projektben. És a lelkes tanárok ezekből az országokból visszajárnak ezekre a közös projektekre. Az idei projekt, illetve valójában nem idei, hanem ez egy két éves projekt, az Erasmus Plus program keretében egy uniós támogatással. Lehetőséget teremt arra, hogy nemzetközi kitekintést kapjunk a természettudományos oktatások terén. Tanáraink és diákjaink is más országok oktatási kultúrájából képet kapnak. Természettudományos tantárgyak oktatásáról, természettudományos tantárgyak népszerűsítéséről, természettudományos tantárgyak még jobban való megszerettetéséről szól ez a projekt. Bízom benne, hogy tanáraink a nemzetközi partnerekkel, lengyel, az olasz, a német és a török partnerekkel együttműködve megtalálják annak a kulcsát, amivel még jobban megszeretik diákjaink ezeket a tantárgyakat.
Bízom benne, és hát remélem vendégeink is látják azt, hogy már eleve jó adottságaink vannak a természettudományok megszerettetésére. Hiszen ha az idejáró diákok kitekintenek az ablakon, akkor a természeti környezetet látják, a vizet és a vízi társulásokat, távolban pedig a Gerecse-hegy vonulatait. A mi feladatunk pedig az, hogy elmélyítsük bennük azt, hogy ezt érteni is kell, akarják érteni, hogy hogy működik a természet. A mi iskolánknak is nagyon fontos, ahogy a partneriskoláknak is, hogy diákjaink szeressék a természettudományokat, akarják tudni és értsék meg azt, hogy miért jó ezt tudni. Mindez természetesen egy más nyelvi környezetben, angol nyelven zajló projekt keretében kell megvalósítani, ami a nyelvi készségek fejlesztését is lehetővé teszi. És miközben zajlik ez a projekt, lehetőségünk van megmutatni partnerországokból érkezett vendégeinknek azt, hogy milyen szép helyen van a mi iskolánk, milyen szép Tata és milyen szép Tata környezete. Bízom benne, hogy tanárainknak, akik részt vesznek ebben a projektben, nagyon jó tapasztalatai lesznek 2 év múlva. És diákjaink pedig sok-sok élménnyel és tudással lesznek gazdagabbak a projekt végére. És még egyszer köszöntöm vendégeinket, jó együttműködést, jó szakmai munkát, és kellemes időtöltést kívánok az előttünk álló néhány napban.